A miniszterelnökség már évek óta ír ki testvértelepülések és megyék számára pályázatot, hogy erősítsék kapcsolataikat. Tolna megye 2018. szeptemberében kötött partnermegállapodást az erdélyi Hargita megyével. Azóta már több találkozón is túl vannak a felek, viszont mindkét részről szeretnék még több tartalommal megtölteni az együttműködést. Ne csak az legyen, hogy a polgármesterek látogatják egymást, vagy a megyei elnökök látogatják egymást, hanem intézményi szinten is, akár hivatalok szintjén is, és a lakosság szintjén is, nyilván elsősorban a civil szervezetek bevonása által ezt a kapcsolatrendszert élővé lehessen tenni. Egyértelműen látszik, hogy a kultúra oktatás mellett egyre inkább a gazdaságélet, illetve azok az üzleti kapcsolatoknak a kialakítására is lehet koncentrálni, amit egy ilyen testvérmegyei kapcsolat nyújthat. Tolna megyei polgármesterek, hivatali és intézményvezetők is részt vettek azon a konferencián, ahol a lehetséges kapcsolódási pontokat keresték. Témakörökre bontva kerekasztal beszélgetéseken találkoztak egymással a különböző szakterületek képviselői. Gazdasági szempontból például a székely termékvédjegy az, ami példa lehet a hazai termelők előtt. Ma 122 gazdaság több mint 1000 termékét integrálták egyetlen név alá. Ezek kisgazdaságok, és a kisgazdaságoknak nem volt piac lehetőségük, és erre nagyon gyorsan reagált a megyei tanács ezelőtt 10 évvel, és valamikor ebből indult ki a székely termékvédjegy, mára már tényleg közvetlen kapcsolat van a fogyasztók és a vásárlók között, és konkrét számok vannak, hogy egyre többen igénylik. Ezen kívül már számos kapcsolat működik az egyes települések között. Bonyhádról például sok család gyökerei a Hargita megyei Madéfalvára vezethetők vissza. 2015-ben testvértelepülési megállapodást kötöttek, és azóta is tartalmas programokat visznek közösen. Tavaly a Bukovinai Székely Országos Szövetségének a néprajzi táborát, amely közel 30 éve kerül megszervezésre, azt Madéfalván tudtuk a helyszínt biztosítani, több mint 50 résztvevővel. A mostani kétnapos látogatás arra is alkalmat kínált, hogy új kapcsolatok alakuljanak ki, így például Bölcske is hamarosan szert tehet egy Hargita megyei testvértelepülésre.